Sikerek, sikerek hátán, ez az, ami végigkísérte a Tamási Tamboló Atlétikai Klub Egyesület elmúlt hónapjait is. A sportegyesület tagjai szinte szünet nélkül végigedzik az évet. Mondhatnám, hogy Tamásiban az egyik legeredményesebb egyesületünk van. 65 igazolt versenyzőnk van, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy nem csak Tamási és térségéből, hanem az ország számos pontjából, tehát Budapest, Pécs, Széchény, Nagyigmánd, és sorolhatnám a településeket, hogy honnan érkeztek az egyesülethez hozzánk versenyzők. Olyan szerencsések vagyunk, én azt tudom mondani, hogy a legrégebbi ugye edzőnk, és aki az egyesületben a gazdasági felelős, illetve az én elnök helyettesem, ő Laca András, akit ki szeretnék emelni, akinek a munkája nélkül és a hozzáállása nélkül nem tartana itt az egyesület. Amit még szeretnék mondani, hogy férjem Beke Géza Ákos, ő sportedzői OK és képesítéssel rendelkezik. A csapatunkban van orvos is, aki pedig ilyen sportedzői diplomával is rendelkezik. Jó magam az IFBB Nemzetközi Akadémián fogok végezni, mint nemzetközi fitnessedző is. Itt egy olyan jó kis csapat van, ami nem csak az edzéseket tudja összerakni, és a szükséges, úgymond táplálkozást összeállítani, táplálékkiegészítőket ismerünk, hogy nincs szükségünk külső segítségre. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. A másik lényeg, én azt gondolom, hogy mindenki társadalmi megbízatású. Tehát senki semmilyen formában nem kap a munkájáért pénzt, se az elnökség, se az edzők. És úgy gondolom, hogy néha pénz rontja el az egész együttműködést. Nálunk erről nincsen szó. Az egyesület összetétele nagyon vegyes, a cél persze mindenki részéről egy, minél több sikert bezsebelni a versenyek alkalmával. Itt a korosztály ugye változó, tehát vannak ugye a fiatalabb versenyzőink, akik ugye 10 évesek, 20 évesek, és vagyunk mi szenyoratléták, akik igazából LSV, VTC speciális dobószámokba szoktunk indulni, világbajnokságokon szoktunk tatárrészt venni, illetve Pécset például a Magyar Orvosok Szövetségének a rendezvényein is, akár Nagyigmándon voltak most a gyerekek, illetve a felnőttek versenyen, valamint külföldön is. Én azt vettem észre, hogy nem csak az egyesületen belül hihetetlen jó a csapatmunka, tehát szorítanak egymásnak, bíztatják egymást, ha egy kicsit lóg a fejük, mert nem azt értékel, amit szeretnének, akkor is bátorítják egymást, hanem más egyesületek versenyzőivel is hihetetlen baráti viszony, mindjárt hello, szia, hogy vagytok, szorítanak egymásnak. Nem látom azt a versengést, tehát egy olyan jó versenyző szellemet látok bennük, ami pozitív. Tehát nem az, hogy jaj, nehogy ennek ne sikerüljön, vagy valami, hanem inkább megerősítik és drukkolnak egymásnak egyesületen belül, illetve egyesületek között is. Az egyesület munkáját számos helyi vállalkozás segíti, akiknek nagyon hálásak azért, hogy ezáltal színvonalas helyi versenyeket tudnak rendezni. Persze a sikeres működéshez a versenyeken való kiváló szereplés is hozzájárul. Hál' Istennek sikereink vannak folyamatosan. Rövid elmúlt időszakban, mert nagyon sok versenyünk volt, az egyik az a felnőtt országos bajnokság volt, ahol két versenyzőnk vett részt, a Sólyom László és a dr. Stefanovics Ágnes. A Sólyom Laci súlyba és diszkoszba is a legjobb 8 között végzett, az egyikben 8. helyen, másik meg 5. helyen végzett. A Stefanovics Ági sajnos pont 9. lett diszkoszvetésbe, de így is nagyon szép eredmény volt. Utána voltunk Miskolcon, az U18 és az U20-as, meg az U23-as országos bajnokságon. Ott szintén egy pár 8-on belüli eredményt sikerült elérnünk. A Balogh Máté diszkoszvetésbe 6. lett, a Jankó Dominik kalapácsvetésbe 7. lett. Volt egy Tamperébe egy szenyor világbajnokság, ahol részünkről a dr. Stefanovics Ágnes vett részt, aki az úgynevezett nehéz kalapácsvetésbe 8. helyen végzett ezen a világbajnokságon. Ő utána ment a Medigames játékokra a másik versenyzőkkel, Kácsa Krisztinával, és ott mindegyikük pár aranyérmet hozott az egyesületnek, és első helyet, meg helyezéseket hoztak. Mellette voltunk LSV országos bajnokságon, Nagyigmándon, ahol nem akarunk
nagy számot mondani, mert nem számoltam össze pontosan, de közel 20 bajnoki címet szereztünk 4 versenyszámból, és komoly kis csapattal, mert 14 fő vett tőlünk ezen a versenyen részt, és volt, aki megközelítette a világcsúcsot is, a korosztályában meg volt, aki az országos csúcsot is majdnem megjavította például Bekezétén. Az U16-osok területi bajnokságán sem vallottak kudarcot az Egyesület ifjú versenyzői. Nekik most az országos előtt 3 területi versenyen kell részt venni, és az alapján dől el, hogy ki mehet az országos bajnokságra. Itt szintén nagyon szép eredményeket értünk el, főleg kalapácsvetésbe és diszkoszvetésbe, valamint súlylökésbe. A Bekezétény az aratott, mert mind a 3 számban első helyezett lett, a Kóta Jani szintén szép eredményt ért el, dobogós lett, a Máté, Győri Máté szintén dobogós lett, aztán dobogós lett a Kimmel Tomi, tehát igazán én azt mondom, hogy nincs okunk panaszra. Az elkövetkező versenyekben is bízunk, hogy ugyanez lesz. A legközelebbi megmérettetésre 8 fős csapattal mennek, ami a Németh Pál emlékverseny lesz, ahol kalapácsvetésben bizonyíthatnak majd a csapattagok. Ezzel persze nincs vége a versenyek sorának, amire folyamatosan készülnek a tamási atléták. Sem a nyári hőség, sem a zord téli időjárás nem tántorította el a tamási Tambováci versenyzőit attól, hogy lelkiismeretesen készüljenek az egész évet átölelő versenysorozatra. A legkisebb korosztály is jelen van az Egyesület tagságában, akik egyelőre a sport alapjaival ismerkednek, hogy majd ők is öregbíthessék az egyik legrégibb tamási sportegyesület hírnevét.